Nagykanizsán születtem 71 néhány évvel. Ezelőtt 15-16 éves voltam, amikor véletlenül az egyik újságos bódéba felfedeztem a Marosvásárhelyi Igazszó egyik példányát, és megdöbbenve láttam, rá van nyomtatva Románia Szocialista Köztársaság, és mondom, miért nem románul van így magamba a 15 éves gyerek. Valaki mondta nekünk, a szülők féltek, az iskola félt, valaki mondta a majdnem felnőtt kamasznak, hogy Magyarországon kívül is élnek magyarok. Ott tudtam meg először, hogy azért van magyarul nyomtatva, mert Marosvásárhelyen is, Erdélyben is élnek magyarok, és ez egy olyan indító lökést hozott nekem, hogy teljesen próbáltam 15-16 éves koromtól, tehát középiskolás koromtól olvasmányaimmal az egyetemes magyarságra koncentrálni. Érettségi után atlétizáltam, Tatabányára kerültem, utána egy kis rövid időre Babócsára, a gáztelepre, de tudtam, hogy nekem mindenféleképp Budapestre kell jönnöm, és 50 éve vagyok, pontosan 1963 nyarán jöttem, emlékszem, nagy élmény volt az Erzsébet hídnek az avatása. Budapestre kell kerülnöm, hogy az irodalomhoz, képzőművészethez, színházhoz, operához, könyvtárhoz, tehát a mozgolódás közelébe legyek. Persze gyerekkorban az ébredező szellem, Petőfit olvasva, Karintit olvastam, próbálkozik kisebb-nagyobb cikkekkel, versekkel, és ezek Varga Lajos néven is, hiszen a tisztességes nevem az, Varga Lajos néven is megjelentek ilyen kisebb helyi lapokba, de mikor már elég vén voltam, 26-27 éves, irodalmi folyóiratban megjelentem. Ez a Miskolci napjaink volt és a Szegedi Tiszatáj, akkor már édesanyám nevét vettem kölcsön, tehát édesanyám Szakolcai Margit, hogy a tucat név ne keverjen össze a többi Vargákkal. Tehát gyakorlatilag ez a Budapestre való ugrás, ez egy olyan ugrás volt, hogy az addig is nyitott, félig nyitott szememet teljessé nyitotta, és valójában itt kezdődött el az életem. Annyira szerettem már kora fiatalságomban is a képzőművészetet is, a zenét is, hát az első nemzetközi Bartók Béla kórus versenyen, 61-ben Debrecenben, Tatabányai Bányász kórussal már énekeltem. Tehát valahogyan bennem volt mindig ez a vágy, de most gondolom, hogy azért nem lettem íróköltő, mert nyilván nem ahhoz volt tehetségem. Noha egy olyan verset, vagy bárkinek a nevében meg tudok írni egy verset, ezzel megtéveszve kritikusokat, ugye, mert ez félig meddig szakma is, de hát kiderül a második, harmadik után, hogy ez csak játék. Tehát nyilván nem erre volt nekem tehetségem, hanem a tanulmányírásra és az eszéírásra, és itt az az igazság, hogy itt nem sok okosság kell, inkább szorgalom, kitartás, jó memória, hogy az ember kezébe vegyen egy lexikont, egy irodalomtörténet, és kapásból tudja javítani a hibákat. Tehát ez egy másabb fajta észjárás, úgyhogy irigylem is azokat a barátaimat, akik kitűnő verset írnak, és prózát, hogy ünneplik magukat. Ki az a hülye, aki egy kritikussal, irodalomtörténésszel foglalkozik? Hát nekünk gyakorlatilag az érték megőrzés és az érték továbbadása a célunk. 72-ben úgy kerültem a kortárshoz, hogy a Kovács Sándor Iván nem is ismert, írásaim alapján hívott meg fiatalokkal foglalkozni. Munkát azt nagyon szerettem, melózni mindig tudtam, ugye többszörösét tudom teljesíteni, épp azért, mert egész életem ez, mint a többiek, tehát jó is lettem volna ott, kitüntetéseket kaptam 1975 márciusáig, de akkor történt egy eset. Március 15-éről 16-ára hajnalban, 0:30-40-kor lefogtak bennünket Kassán az utcán. Egy kocsiba ültünk, két hatalmas egyenruhás rendőr vagy katona ordított
megálltunk, kitettük az egyik ottani kollégát a panzió előtt, hogy bevisz bennünket a rendőrség. És kiszálltam, és azt mondtam a beviszedáma, és egy nagyot káromkodtam, hiszen magyarok vagyunk. Azt mondja, magyar nem testvér. Bevittek a börtönbe bennünket, ott voltunk 6 óráig, tehát 5-6 órát, óránként kihallgatás volt. Természetesen a hátad mögött állt egy szuronyos puska, vagy egy őr, és bökötte a hátadat 6 órán keresztül, hogy el ne aludjál. És 6. kihallgatásnál természetesen jött a tolmács velem, egy Zócer János nevű újságíró, és mindig kérdezgették, hogy mit akarunk Csehszlovákia államrendjével, kérem szépen, semmit nem csináltunk, béke követei vagyunk, a Fábri napokon voltunk itt, én az önök kulturális miniszteréről, aki egybe költő, és Miroslav Válek írtam a kortásba, nem tudom miért vagyunk itt, mit akarunk Csehszlovákia államrendjével. És akkor 5 perc után fogadott, menjünk ki a helyünkre, megint bököttek egy órát szuronyos puskával, és így az 5. kihallgatás után szintén mit akarunk Csehszlovákia államrendje? Mondom, kérem szépen, mi minden rendet, államrendet is, teljesítményt is, irodalom, képzőművészet, sport. Tisztelünk. Emlékszik ön arra, amikor Csehszlovákia labdarúgó válogatottja 4-2-re Népstadionban megverte Magyarországot, ugye 56 késő nyarán, talán őszelején. Ugye milyen nagy szó volt, mi 54-ben világbajnokságon másodikok voltunk. Ugye milyen nagy teljesítmény, és ha emlékszik, talán tudja, hogy állt fel az önök válogatottja. Nem, kérem, nem, mivel mi minden teljesítményt tisztelünk, Csehszlovákia labdarúgó válogatottja 1956 késő nyarán így futott fel a Népstadion gyepére. Dolesi, Hertledik, Novák, Pluszká, Maszopusz, Pazdjera, Moravcsik, Frajs, Borovicska, Krausz. Egy percig némán néz velem szembe ez a kihallgató tiszt, és megszólal. És mit akarnak Csehszlovákia államrendjével? 6 órakor elengedtek bennünket, Kovács Sándor Iván nyilván meghallotta a politikai súdolózás által, hogy valami történt. Azt gondolta, valami balhét csinál, nem csináltunk semmit. Hazajöttem, rámordított a szerkesztőségbe. Hol voltál? Ahova küldtél? Mondom, te küldtél el, hogy menjek el. Nem igaz, önhatalmulag mentél el. És ráordítottam én is, hogy ne hazudjon. Egy hét után a budai elvtársnő New York palota első emeleti szobájába lapkiadó személyzeti osztályvezetője fáradjon be Szakócai elvtárs. Itt a levél olvassa. Kovács Sándor Iván levele, MSZMP központi bizottsága kulturális osztályhoz. Kedves elvtársak, Szakóca Lajos, 75. március 17-én, 18-án, nem tudom mikor volt, szerkesztőségben rámordított, ezzel is kifejezve tiltakozását az aznap kezdődő MSZMP 10, nem tudom, hányadik kongresszus ellen. Kérem a szerkesztőségbe eltávolítani. Mondom, kérem, én nem tudtam, nem foglalkozom ilyen dolgok, a irodalom, a művészet, ráordítottam, mert hazudott. Na, így kellett eljönnöm a kortárstól, tehát az egész ilyen irodalmi életem gyakorlatilag a kirúgásoknak a történet. Az a baj, nagyon sok minden fölkelti a kíváncsiságomat, és így alig lehet élni. Na most igaz, hogy az embernek elég hosszú a napja, ugye 24 óra egy nap, 8 óra az éjszaka, az 32, tehát 32 óra alatt elég sok mindent lehet csinálni, de nem szabadna ennyire szerteágazó érdeklődéssel nézni a világot. Na most egy öreg ember miért nem tud megnyugodni? Miért foglalkozik azzal, hogy Magyarországon még mindig 2.30 alatt van a férfi magasugrásnak a csúcsa, ugye 2.28-2-en tartják, és az egész környezetünkben 2.30 fölött vannak. Na most, hogyha ezzel ilyenekkel foglalkozom, mellette természetesen irodalom, képzőművészet, színház, tehát minden fölkelti az érdeklődésemet, ami érték. Körülnézve itt a dolgozószobámba, tehát elég sok portré van, sőt akt is van. Most ebből talán az is kiderül, hogy szeretem a nőket. Hát hogy ne szeretném a nőket?
Sajnos a férfiakat annyira nem szeretem, de talán ez nem is baj. Tehát egy ilyen konzervatív ember vagyok, de a nő mindig az élet közepe, a megújulás, a termékenység, a szépségnek a szobra. Na most nagyon nehéz a nőművészeket elválasztani a férfi művészektől, ugye, mert itt nem szabadna, hogy a nemi jelleg szerepet játszon. Mégis megkülönböztethető irodalomban, művészetben is a női alkotásoknak a sora. Tehát valami olyan fantasztikus érzékenység van bennük, és ez nem csak a szexualitás iránti különféle vágy, vagy annak a tükröződésére mondom. Tehát valami olyan érzékenység van bennük, és olyan látásmód, ami a férfiakban is. Na most épp ezért a két, tehát a férfi és a nő, művészet, csúnya, ez a kettéosztás, ez kiegészíti egymást. Úgyhogy a női költészetben is ezerféle hangot ismertem fel, és vannak nagyon karakteres hangok, akik teljesen a férfival egyenrangúan közlik a mondani valót, sőt, Európát, Európa szellőjét megfenyegetve fel is nyitják a szemünket, hogy csak Széchenyi Margitot említsem, és akkor van egy olyan típusú költészet, például szintén klasszikus, ki ismeri már ezt a nevet, Hajnal Annáé, mikor a szerelem valamiképp az elmúlással, tehát az élet és a halál együtt van. Tudtam, hogy az én erőm az egyetlen egy dologban van, az egyetemes magyarság szolgálatát tekintve, minden értéknek, irodalom, képzőművészet, színháznak, ugye már van egy színi kritika kötete, minden értéknek a továbbadása, és egyszerűen ez éltet.